Iskolai időben ellenőriztek fiatalokat a rendőrök és gyermekekkel foglalkozó szakemberek tavaly februárban ebben a Nyíregyházi bevásárló központban. Az akcióra egy prevenciós program keretében került sor, melynek célja, hogy csökkentsék a csellengő és rövidebb, hosszabb időre eltűnő gyermekkorúak számát. Megyénkben különösen fontos ez országosan, ugyanis az élen járunk regisztrált gyermekeltűnések számát illetően. Tavaly 3200 eset jutott a megyei rendőrség tudomására. Az érintettek szinte mindegyikkel a Kó otthonban élő, jellemzően 16-17 éves lány, akik közül van olyan, aki rendszeresen eltűnik. A döntő többségében mindegyikük szeretne a családjához hazatérni. Nyilván vannak időszakok, a nyári időszak, vagy a téli ünnepek, amikor megemelkedik az eltűnések száma, és ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy az otthon melegét szeretnék választani a gyermeket, még akkor is, ha az a meleg nem olyan meleg. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a családhoz, a rokonsághoz távoznak. Persze emellett a kalandvágyi szerepet játszik, illetve nyilvánvalóan itt sok tinédzserről beszélünk, tombolnak a hormonok, szerelmesek lesznek a lányok, és akkor a, a egyébként sokszor felnőttkorú férfi keresik hozzá szöknek, tehát alapvetően ilyen területen lehet gondolkodni. A fiatalokra számos veszély leselkedik, könnyen bűncselekmény például emberkereskedelem vagy prostitúció áldozatává, vagy akár elkövetőjévé válhatnak. Voltak olyan lányok, akiket Belgiumból vagy Hollandiából hoztak haza. A legtöbb gyermek az eltűnésen bejelentését követő néhány napon vagy héten belül megkerül, de van, aki felkutatása hosszabb akár három hónapon túli időbe telik. Két éve indult a megyei főkapitányság, a zene az kell, hogy ne vesszünk el című prevenciós kampánya. Ennek a pályázatnak a lényege az, hogy a lakóthoman lévő gyermekek részére próbálunk hasznos időtöltést adni. Ami azt jelenti, hogy zeneoktatás, táncoktatás, különböző hangszeres énekoktatások vannak, amelyeket a zenetárnak tartanak. Azt tudni kell egyébként, hogy a van élő gyermekeknek a túlnyomó többsége azért roma származású. És azt tudjuk, hogy a, az ő a így van, tehát őket ezzel lehet megfogni azt szeretnénk elérni, hogy amikor véget ér az iskola, és utána tudja, hogy neki táncórája lesz, vagy tudja, hogy énekórája lesz, vagy gitáróra lesz, vagy bármi más hangszeren fog esetleg játszani, ahol képzett zenetanák fogják majd őket oktatni, akkor ne fordulja meg a fejébe azt, hogy inkább akkor ő most megszökik, vagy, vagy egyszerűen unatkozik, és akkor unálva elmegy, hanem megpróbálják lekötni őket. Bár ritkán, de olykor családban élő gyerekeknek is nyoma veszik. Az ilyen eltűnések mögött valamilyen családi konfliktus áll. Nem csoda, hogy a legtöbb eset bizonyítványosztások idején történik. A rendőrségi szakemberrel készült teljes beszélgetést szerda 35 perc című műsorunkban láthatják.